Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Orgona hangversenyt tartottak augusztus 19-én a frissen felújított Bátai Szentvérkegyhelyen. Mint megtudtuk, az 1875-ben készült hangszerrel még sohasem adtak ilyen jellegű koncertet. Tehát egy Európai Uniós pályázatnak a támogatásával megújult a teljes Szentvérkegyhely. Ennek keretében nem csak a templom külső belső felújítására került sor, hanem a műemlék orgonának a restaurálására és felújítására is. Így tulajdonképpen ez az orgon alkalmassá vált arra, hogy akár egy hangversenyt is lehet adni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy Lozsányi Tamás és művésztársai most ezt a valóban még meleg orgonát, hiszen nemrég volt a műszaki átadása, még egy hónapja sincs, megszólaltatták, és hát azt a csodálatos orgona hangversenyt adták. Angster József által készített hangszer, hát ez egy olyan márkajelzés, mint a Mercedes vagy a BMW, ha szabad így lefordítani. A mi országunkban feltétlenül, egyébként ő Cavaillé Kohl-mesterné tanult Párizsban, ami a világ első számú nagy jelentőségű hangszerének a mestere. Így aztán a Magyarországon található Angster orgonák is nagyon komoly minőséget jelentenek. Ugyanígy megtaláljuk a Szent István Bazilikában a hangszereit, a Szegedi Dómban és a Bátaszéki nagy templomban is. Ezen az orgonán talán soha nem játszottak még hangversenyt. Ez egy műemlék orgona, sokkal régibb, mint a Szentvér templom, hiszen 1875-ben készült. De ez soha nem került templomba előtte. Ugyanis az a templom, amelyikben ezt készítették, az nem készült el, ezért ez az Angster gyárnak a raktárában volt, és amikor elkészült a Bátai Szentvér templom, ugye akkor már kitört közben a II. Világháború, itt is nehezebb pénzügyi helyzetbe kerültek a bátaiak is, nem tudtak egy új orgonát venni, ezért ezt az akkor már 65 éves orgonát vásárolták meg, és ez került ide a templomba. A II. Világháború alatt még a fősípokat is elvitték, ugye golyót öntöttek belőle, bádogsípokkal helyettesítették, tehát igazából ez lehet, hogy így, ahogy ma megszólalt, itt soha nem szólt még. Tehát a felújítása az tulajdonképpen egy műemléki helyreállítás is volt, ma is abban a formában szól, ahogyan ezt Angsterék annak idején megtervezték és megépítették. Alapvetően régi zenét hallottunk, egyetlen kivétellel, amit a fiam adott elő, a Messiaen nevű francia 20. századi szerző, illetve ami kevésbé új, a Liszt Ferenc Tu es Petrus című mű, amit én játszottam. Annak előtte Bach művek hangzottak el, illetve még a reneszánsz, illetve középkori zenék is. Jobb helyzetben az a szóló hangszeresem, aki például egy fúvós hangszeren játszik, és hallatlan talpra esettség és bátorság kell ahhoz, hogy az első pillanattól megfelelően szólaljon meg a hangszer. A
hangverseny Csukor Bálint egykori tanítványom, ez egyébként nem hangzott el, és ez nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen magasságig eljutott tanítványaim vannak. A fiamat is a gimnázium tartamáig én tanítottam, és aztán ő a Zeneakadémián töltött 11 évet. És hát ez alatt 3 diplomát szerzett, ezért nyúlt ez ilyen hosszúra, de természetesen az orgona művészet volt az első közül. Nagyon jó érzés volt, és ez egy nagyon nagy alkalom, sokat dobott ez az egészen, hogy tulajdonképpen itt a templomban még ezelőtt nem volt hangverseny egyáltalán, és most tényleg nagyon jól felújították ezt az orgonát, jó volt rajta játszani. Én szeretném, tehát az orgona is, és a hely is alkalmas arra, és én úgy látom, hogy az érdeklődés is, ugye vidékről is nagyon sokan voltak, tehát az érdeklődés is elég nagy az ilyen művészeti bemutatók, produkciók iránt. Nem régen volt, ugye néhány hete volt, egy-két hete volt az orgonák éjszakája. Én szerettem volna, hogyha ez a program ahhoz kapcsolódik, de a műszaki átadás miatt ezt még akkor korainak gondoltuk, de én azt gondolom, hogy ebbe teljesen jól beleillik ebbe a sorozatba, és én szeretném, hogy ennek lenne folytatása. Első alkalommal rendezett Róma kortárs festőknek alkotótábort a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit szervezet, a fenntartásukban működő Nerokkal. Elsődleges céljuk a nyugodt alkotásra alkalmas tér biztosítása volt a festők számára. Az 5 napos tábor végén mindenki egy festményt ajánlott fel a gimnázium számára. Az alkotótábornak Simon Tornya adott helyet. A cigány eredetmondát dolgozza fel színekben gazdag festményén Rácné Kalányos Gyöngyi. Ez a szín és formavilág, az emberábrázolás igen jellemző a festő művészetére. Amikor elkezdtünk beszélgetni, azt is elmondta, mennyire fontos számára a közösségben való alkotó munka. Azt érzi, itt vigyáznak rájuk, segítik őket. A tematikus festményen kívül még más műveket is festhetnek, a fő azonban az ősi kultúrához visszanyúlni. Kenyérből megsütötték a kenyeret, és abból lett a cigány gyerek. A cigányok abból születtek, hogy a kemencébe sütötték, ugyebár, és ezt a bizonyos mondát találtam magamnak megfelelőnek, és ezt dolgozom jelen pillanatban ki, hogy az Úr megkéri ezt a bizonyos cigány asszonyt, hogy süsse meg a kenyeret, hogy abból meglegyenek a cigányok.
Mivel hogy ez mitosz és monda, inkább úgy mondom, és monda az majdnem egy olyan meseszerű, és azért festettem ilyen színekkel, de tulajdonképpen ezek az én színeim, erről fölismer mindenki, hogy ez a Rácznéka Lányos Gyöngyi munkája, tehát bárhol megjelenik a munkám, akkor fölismerik. Tény és való, hogy nem csak ilyen színekkel szoktam dolgozni, de nagyon sok dologba kipróbálom magam, olyan értelemben, hogy van, amikor csak három darab színt használok, és abból egy képet varázsolok elő a vásznon. Farkas Noémi 33 évig élt Kanadában, Magyarországon született, szülei kimentek dolgozni Torontóba még annak idején. Most a nyáron érkezett haza és hosszabb időre jött. Azt mondja, ő inkább grafikákat szeret készíteni, a festés több minden miatt távol áll tőle. Tussal, tintával dolgozik a legszívesebben. De inkább a tinta meg a papír, mint festék, főleg az olajfesték előtt, az abban soha nem jöttem ki művészeti iskolában, és elhatároztam, hogy nagyon büdös nekem, meg lassan szárad, meg a vászont se szeretem, mert egy picit túl rugalmas, és én szeretem, hogyha kemény a felület, és én gyors lendületekkel és vékony vonalakkal dolgozok. Feri, a Kunhegyesi Ferenc azt mondja, hogy nagyon hasonlít a stílusom a Szent Andrássy Istvánnak, mert ő tanulmánya a Szent Andrássynak. Próbálok így valahogy átilleszkedni, hogy ne legyek ilyen, mert látom a többiekben, hogy milyen szabadon dolgoznak együtt, és az egész hangulat körülöttünk olyan jó, tele van energiával, hogy mindenkibe benne van ez a lendület, ez a kreatív lendület, és ezt átveszem igazából, úgyhogy az segít. Meg nagyon jó fejek, úgyhogy egymással együtt egy élmény így alkotni. Ez a tábor nyugodt teret ad az alkotásra. Az első alkalommal hagyományteremtő szándékkal Simon Tornyán megrendezett alkotótábor a roma kortárs festőművészeknek ad lehetőséget a kibontakozásra. Téma a cigány eredetmondák feldolgozása. A 14 festő a saját képi és színvilágát használja fel ebben a tematikában. Kunhegyesi Ferenc festőművész a tábor szakmai és témavezetője. Az előző 25 évem az gyakorlatilag egy portréfestéssel zajlott, de nem a klasszikus hagyományos portréfestés. Nyilván egyfajta misztikus köntösbe öltöztetett embereket festettem én. Mondhatom azt is, hogy szakrális volt, függetlenül a keresztény hitvilágtól, tehát én globálisan gondolkodom, de nyilván egy keresztény létben élek, és keresztény hitben is születtem. Szóval ezek pedig egy egészen új formavilágnak a keresése. Tehát azt gondolom, hogy most egy olyan szintézisre lépett a művészetem, ami olyan formavilág keresésével, amit gyönyörűen össze tudom foglalni az elmúlt 25 évem. Tehát azt látom, tehát azt hiszem, hogy időközönként nem árt megújulni az embernek. Szóval így nem csak a képzőművészetben, így maga a hétköznapi életben is, de egy képzőművésznek sokkal nagyobb szüksége van erre a megújulásra, erre az új erőre. És azt gondolom, hogy én most egy nagyon nagy erőre kaptam. Ha jól megnézzük ugye a munkáimat, maga a formákat, akkor egy nagyon arhaikus világba léptem vissza, akár mondhatjuk, hogy több ezer évet. Tehát én biztos vagyok abban, hogy minden nemzetnek, kultúrának megvannak azok a tudattalan szimbólum rendszerei, amiből így meríteni tud. Tehát én most gyakorlatilag nagyon mélyre mentem magamba, és hozom felszínre azokat a ősképeket, ősemlékeket, esetleg amit így átörököltem. Én nem vagyok egy nagy tudós ember ezen a téren, de így érzem, mint művészember, hogy hova kell, milyen gyökerekhez kell lenyúlnom ahhoz, hogy meg tudjak újulni. Minden gyerek nyilván hamarabb rajzol, mint megtanul írni. Tehát az első mozdulatok a bottal való rajzolás a földbe. Tehát egy nagyon ősi dolog ez az emberiség életében. És aztán ki meg tudja tartani, de azt gondolom, hogy minden ember művésznek, alkotónak született. Tehát az, hogy az ember alkotóként, művészemberként játszik, ez azt jelenti, hogy nem felejtett el azt a gyereklétet, azt a hozzáállást az élethez, ami rettentő tiszta és nyitottá teszi az embert még felnőtt korában is. Tehát egy alkotó ember, művészembernek ez a
ez kell, hogy legyen a hozzáállás a világhoz. Ugye van Péter Handkének egy gyönyörű verse, a Ének a gyermek létről, nagyon szeretem, és amikor így eltérek a rendtől, akkor néha elolvasgatom, és igyekszem visszatérni ebbe a gyermeki létben. Tehát mindig rajzoltam. Ez a hetes rendezvény hiánypótló, ugyanis a roma alkotó művészeknek kevés lehetőség adódik a megmutatkozásra. Ritkán vannak együtt. A Nemzetiségi Roma Módszertani Oktatási és Kulturális Központ, a NEROK, egy olyan közösséget akart létrehozni, amelyre a jövőben is lehet építeni. Nem csak alkotótáborokban gondolkodnánk, hanem akár közös kiállításokban, összművészeti találkozókban, és próbáljuk egy kicsit így a közösséget összeszervezni, megszólítani. És ugye nem titok, hogy a Gandhi Gimnáziumban nagyon sok tehetséges gyermek van, művészeti iskolánk is van, és kiemelt szerepet kap a képzőművészet. Az itt alkotó művészek 14-en érkeztek az ország minden részéről, példaképek lehetnek arra, hogy a tehetséggel lehet élni, és meg kell mutatni a tehetségüket. A NEROK pécsi székhelyen működik, Baranyában három telephelyen rendelkeznek, Komlón, Nagynyárádon és Alsó-Szentmártonban. Próbálják a cigány kultúrát életben tartani, hagyományaikat ápolni. A NEROK nem csak a cigány kultúrát támogatja, hanem a nemzetiségit is, hagyományaikat segítik megőrizni. 13 nemzetiséggel dolgoznak együtt. A cigány kultúrát és az abban rejlő értékeket régóta támogatja a Gandhi Gimnázium közhasznú non-profit Kft. A most megrendezett alkotótábor mint egy folytatása egy diákokkal megvalósított korábbinak. Ott az egészen fiatalok mutathatták meg a festészet, képzőművészet terén tudásukat. Őket a mostani tábor résztvevői irányították az alkotó munkában. A most itt tartózkodó festőművészek, ők már régebb óta kapcsolatban vannak a Gandhi Gimnáziummal. A mostani tábornak az egyik legfontosabb mondandója az, hogy megmutassuk a gyerekeknek ezt a fajta kultúrát, ezt a fajta művészetet, illetve hogy az itt készült képek közül a kiválasztott képeket a Gandhi Gimnáziumba kiállítsuk, és a nyilvánosság számára is meg tudjuk mutatni, hogy milyen értékek vannak a cigány kultúrában. A Gandhi Közhasznú Szervezet a fenntartásában működő NEROK szervezésében valósította meg a tábort. Az alkotásukból minden művész egy képet felajánl a gimnázium számára, ahol állandó kiállítást rendeznek belőlük. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban látogatott a Budapest Klezmer Band. A mostani koncertet eredetileg március elején rendezték volna meg, de a pandémiás helyzet akkor közbeszólt. A zenekar ezúttal is teltház előtt játszott a Tolnai megye székhelyen. A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Babits Mihály Kulturális Központ közös rendezvénye Purim alkalmából. Ezzel a szlogennel hirdették a Budapest Klezmer Band márciusi koncertjét, ami az első volt azon rendezvények között, amit a veszélyhelyzet miatt le kellett mondania az intézménynek. Ez márciusban lett volna a zsidóság egyik víg ünnepén Purimkor, ami hasonlít a magyar, vagy a nálunk szokványos farsankhoz. Tehát ez egy ilyen koncert lett volna, és hát közben jött a koronavírus járvány, az előadásoknak a letiltása, vagy hát ugye nem lehetett megtartani, de
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság, akit hát én vagyok az elnöke, képviselem, azon az elven vagyunk, hogy mi minden évben Purim környékén szeretnénk egy színvonalas rendezvényt, ami bemutatja a zsidó kultúrát, a zsidó zenét, és ezt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy megtiszteljük vele mind Szekszárdváros polgárait, közönségét, mind pedig a mi tagjainkat és a mi pártolóinkat, akik erre fogékonyak, erre az ilyen típusú kultúra koncertre. Ennek megfelelően azt mondtuk, hogy amint lehetséges, ezt be fogjuk pótolni. A Purim az ma már ugye nem esedékes, de mivel a zsidó új év közeleg, ami szeptember 19-én fog beköszönteni, ez az 5781. év, és így úgy gondoljuk, hogy hát egy elmaradt Purimnak és egy újévi előzetes koncertnek szintén hát lesz megtehető, és hangsúlyozom mindenképpen a Szekszárd polgárainak és közösségeinek a hagyományos zsidó művészeteket szeretnénk bemutatni. Ezért esett a választásunk a Budapest Klezmer Bandre, aki a világon a klezmer kategóriában az elsők között van. Imádjuk a Szekszárdot, imádjuk. Ez egy szenzációs város, és márciusban, amikor kiderült, hogy nem tudunk jönni, hát tényleg nagyon szomorúak lettünk, nem csak azért, mert ami történt, de most itt vagyunk, hál' Istennek, olyan gyorsan elmúlt ez az időszak, és megint itt vagyunk. Fantasztikus közönség van. Például annyira szeretik ezt a klezmer zenét, és annyira abszolút lehet érezni, hogy az ember mintha hazajött volna. Hiszen ahogy elkezdik a koncert, akkor a zenekar is, meg én is érzük azt, hogy ez tényleg egy csodálatos légkör, egy csodálatos atmoszféra. Ez gyakorlatilag egy kultúrát jelent, egy kelet-európai zsidóságnak a kultúráját, és ha már a Budapest Klezmer Bandnél tartunk, ugye ők ennek a kultúrának a keretébe operettet írt a Fegya, és ez ennek Mennyasszony tánca címe, amit most már hosszú-hosszú évek után tártház előtt ad az Operett Színház, aki a hát végül is a Mennyasszony tánc az egy oroszországi történelmet mond, és azért nagyjából még szintén fut a Hegedűs a háztetőn is, ami ezzel kapcsolatos, amiben szintén ők részt vesznek zenébe, most a Veszprémi Várszínháza a színpadon vannak végig, tehát azért ez ezt jelenti. Ez a 30 év, ez egy csodálatos időszak volt, hiszen volt egy fantasztikus időszak, amikor tényleg egyrészt azt, hogy született egy új műfajt Magyarországon, hiszen ezt a klezmer zenét abszolút nem ismerték. És én mindig azt szoktam mondani, amikor megkérdezik tőlem, hogy mi is a klezmer, egyrészt azt mondom, hangszeres zsidó népzene. Másrészt azt gondolom, hogy a klezmer a maga nemébe a népek közötti kapcsolatnak egy bizonyos tükre. Ettől az a zene ennyire sokszínű, sokrétű és fantasztikus ereje van. Egy ilyen szuggesztív hatást gyakorol a közönségre, és teljesen mindegy, hogy most az ember Szekszárdon, vagy Budapesten, vagy Százhalombattán, vagy Londonban, vagy New Yorkban, vagy Amsterdamban, vagy Madridban, vagy Brüsszelben játszik, abszolút lehet érezni a közönség rögtön magájába teszi ezt a fantasztikus műfajt, és azért annyira csodálatos volt ez a 30 év, hanem az, hogy hatalmas nagy sikereket értünk el. Nem beszél arról, hogy 3 évvel ezelőtt a
zenekar megkapta a Prima Primissimat, ami egy hatalmas nagy elismerés volt, és hát alkalmazkodunk ehhez a helyzethez, és próbálunk arra gondolni, hogy a remény az mindig egy jó dolog, hiszen az izraeli himnusz például, amikor énekelik, akkor a himnusznak az a címe, hogy remény. És hát én is reménykedek, és a zenekar is, és szerintem mindenki, hogy a klezmerre tekintetben nagyon sokat fog tenni azáltal, hogy az ember egy picit elfelejti, hogy mi is van itt a világban. Amikor tényleg, amikor 1990-ben megalakult a Budapest Klezmer Band, én úgy éreztem, hogy az egy küldetés, és nekem elsősorban az volt, hogy egy olyan műfajt, ami teljesen feledésbe merült, nem csak szerte a világon, hanem itt Magyarországon, és éreztem, hogy ezt fel kell nevelni megint, és a közönség egyrészt nagyon megszerette ezt a műfajt, nem beszél arról, hogy a klezmer a maga nemébe nem csak egy klezmer zene, hanem a magyar kultúrának egy nagyon fontos része. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!